Portugália azon kevés európai ország közé tartozik, amelyben nem erősödött jelentősen a szélső jobboldali politika. Pedig ezt az uniós tagállamot is meglehetősen megviselte a gazdasági válság, és nem került el a menekült krízis sem. Portugáliában gyorsabban javul a gazdasági helyzet, mint például a hasonló cipőbe járó Olaszországban, jövőre már csak 0,2%-os GDP csökkenéssel számolnak. Egy elemző szerint azonban a pártoknak nem árt ébernek maradni. Nincs még a parlamentben szélsőséges retorikájú párt, de nem vagyunk kivétel ennek a lehetősége alól. Főleg mivel tudjuk, hogy a portugál embereket nem érdekli annyira a politika. Támogatják a demokráciát, de nem igazán kötődnek konkrét pártokhoz. Ezt a bizalmatlanságot egy nap könnyen kihasználhatja valaki, aki hatékonyan eléri a nyilvánosságot, mondja ez a politikai jellemző. A baloldali koalíciós kormány a szigorú pénzügyi fegyelem mellett az utóbbi időben már sokat könnyített a 2011 és 2014 között a nemzetközi hitelezők elvárásai miatt bevezetett megszorításokon. Az ország azonban demográfiai gondokkal küzd, amelyeket António Costa miniszterelnök részben migrációval kezelne, és közölte, nem fogja tűrni az idegenellenes diskurzust. Ez jó hír a Lisszabonban letelepedett Hindi Maszleknek is. Örülök, hogy itt lehetek. A fizetések valóban nem olyanok, mint Európa többi részén, de valamit valamiért. Hiszen cserébe biztonságos, nagyszerű az idő, és szívesen fogadnak az emberek, mondja a palesztin férfi. Az ország nyitottságát az is erősíti, hogy a 10 milliós lakosságból 2,3 millió portugál maga is bevándorló. A kormány pedig határozottan védelmezi a szolidaritást. Meg vagyok győződve róla, hogy képesek vagyunk visszavetni ezt az idegenellenes tendenciát, mondja az állampolgárságért és egyenlőségért felelős államtitkár, aki szerint ugyan a portugálok is látnak egyfajta ellenállási hullámot, amely nem akarja figyelembe venni az Európa alapját is meghatározó értékeket és emberi jogokat, de mint mondja, Portugália nem tartozik azok közé az országok közé, ahol ezek az eszmék könnyen elterjednek. A própria Constituição Europeia e o próprio modelo europeu, Portugal não é um desses países. Az európai értékekről szóló nagy politikai felmérés valójában a jövő évi európai parlamenti választás lesz.